Az anyag vallása a negyedik lecke a világról. A világképeknek az a dolguk, hogy választ adjanak a végső kérdésekre. Minden világkép annak magyarázata, hogy mi az ember, mi a szerepe a világmindenségben, mi az univerzum, honnan ered, mi az élet, mi a halál, mi az élet értelme, valamint, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden világkép ezekre az alapvető kérdésekre ad választ. A termodinamika második főtétele a természettudomány egyik legjobban alátámasztott adata. E főtétel kimondja, hogy zárt rendszerben az idő előre haladtával az entrópia növekszik. Az entrópia azt jelenti rendezetlenség, káosz. Ellenvethetjük, hogy egy palettára rendezetlenül feldobált festékpacákból a művész a munkája során, vagyis az idő előre haladtával képet fest, és egy valóban jó festmény óriási rendezettséget kíván. Ellenvethetjük azt is, hogy amikor valaki a Földön kaotikusan szanaszét heverő kövekből felépít egy házat, az nem tesz mást, mint hogy az idő előre haladtával a rendezetlenségből rendezettséget hoz létre. Számtalan ehhez hasonló példát hozhatnánk még fel, amelyek mindegyike ellentmond az entrópia elvének. A termodinamika második főtételének védelmezői a fenti ellenérvekre azt a választ szokták adni, hogy a törvény, a zárt terekre érvényes, és azt tekintjük zárt térnek, amibe kívülről nem lehet betenni semmit. Erre az ellenzők azt mondják, hogy ilyen nem lehetséges, mert ahhoz, hogy egy apró 0,5x0,5 mm-es kis kockában igazán zárt teret hozzunk létre, el kellene különítenünk az egész univerzumtól, nehogy kívülről valami hatással legyen a kocka falain belül lévő térre. Márpedig ezt megtenni lehetetlen. Az érvek és az ellenérvek oda-vissza repkednek, de maga a vita teljesen lényegtelen. Mivel a legfelsőbb kaszt a tekintélyeket az entrópia elve mellé sorakoztatta fel, az ellenérveknek meg nem nagyon ad teret a médiában, az elvet hivatalosan mindenhol a világon elfogadták. De igazából még ez sem fontos. Ami igazán fontos, az ez. 1865-ben egy német fizikus, Rudolf Clausius előállt a termodinamika második főtételével, amit a gőzgépekkel végzett kísérleteire alapozott. Mintegy húsz évvel később a legfelsőbb kaszt úgy vélte, hogy ez a főtétel nagyon alkalmas lesz a materializmus megalapozottságának bizonyítására. Az akkori elődöm egy kicsit átfogalmazta az eredeti tételt, így kezdték el használni, és a mai napig is így használják. A XX. század elejére meglehetősen pessimista világnézetek alakultak ki, az átfogalmazott főtételnek köszönhetően. Olyan elképzelések születtek, miszerint az élet törvényszerűen el fog pusztulni az egész univerzumban, és hogy maga az univerzum is törvényszerűen elpusztul majd, mert ezt mondja ki a termodinamika második főtétele. De ezt a termodinamika átfogalmazott második főtétele mondja ki, és nem az eredeti. Az átfogalmazott tétel így hangzott: Zárt térben a rendezetlenség az idő előre haladtával növekszik. Az eredeti megfogalmazás pedig így szólt: Magára hagyott térben a rendezetlenség az idő előre haladtával növekszik. Tehát nem zárt térben, hanem magára hagyott térben. És az, hogy magára hagyott, eredetileg annyit jelentett, hogy az ember által nem befolyásolt. Elképesztően nagy munka volt elérni, hogy egész generációk nőjenek fel úgy, hogy ne is értsék az entrópia törvényét, és ne lássák a különbséget zárt tér és magára hagyott tér között. Ez a törvény az egyik alaptétele a materializmusnak. Csak hogy ellentmond a materializmusnak, legalábbis eredeti formájában, átfogalmazott formájában, meg egyszerűen nem igaz. Mert hogy mit is állít ez a méltán híres második főtétel? Azt állítja, hogy az értelem rendezettséget hoz létre. És ahol nincs értelem, ott csak és kizárólag káosz van. Ezt mondja ki a termodinamika második főtétele. És ez teljesen igaz, és száfolja a materializmust. A termodinamika második főtétele majdnem romba döntötte a materializmust, és rengeteg munkát adott az olyanoknak, mint én. A probléma eléggé súlyos volt leírom tételekbe foglalva, hogy érthetőbb legyen mennyire. Először is. A materializmus szerint a fizikai univerzumon kívül nem létezik semmi. Másodszor. A fizikai univerzumban minden fizikai és kémiai reakciók összessége. Harmadszor. Az élet, az értelem, az intelligencia úgy szintén fizikai és kémiai reakciók összessége. Negyedszer az entrópia törvénye szerint az idő előre haladtával a káosz növekszik. Másképpen megfogalmazva, az anyag és az energia csak és kizárólag rendezetlenséget hoz létre. Ötödször, köznapi tapasztalatainkból tudjuk, hogy az idő előre haladtával a rendezettség növekszik, amennyiben értelem van jelen. És bum, ezen a ponton az egész világkép megroskadt. Mert hiszen, ha minden csak anyag és energia, akkor az értelem is csak anyag és energia, így pedig nem hozhat létre mást, mint káoszt. Csak hogy nem ez történik. Ennek éppen az ellenkezője figyelhető meg. És mit tettek a legfelsőbb kaszt ideológusai? Előálltak egy új lappal, a Jokerrel, az aduásszal, az egylapos mindent vivő kártyával, ami még a pókerben is mattot adna és lesöpörné az asztalt. Ez a mindent és mindenkit lehengerlő érv pedig a véletlen volt. A véletlen. A káoszból néha véletlenül rendezettség születik. Véletlenül. Tehát a hatos pont így igaz. A rendezetlenségből az idő előre haladtával néha rendezettség jön létre, amely véletlen és azért történik, mert az univerzumban olyan irtózatos mennyiségű véletlen reakció történik minden pillanatban, hogy némelyik véletlenül nem a káoszt növeli, hanem a rendezettséget. És erre a, mondjuk így, hat téterre épül fel a materializmus. Így néz ki ez a világkép, ha megfosztjuk a tekintélyekkel tette ámulattól. Ilyen összerakott, ilyen megalapozott, ilyen brilliáns. Voltak korszakok, amikor a világ majd minden tekintélye azért küzdött, hogy elhitessék az emberekkel, hogy nem jól látják, nem jól gondolják, hogy nincs elég eszük, hogy felfogják, miért van minden rendben a materializmussal kapcsolatban. Mert hogy semmi sincs rendben. A fizikai univerzum egyik alapszabálya szerint tehát az idő múlásával növekszik a rendezetlenség, vagyis a káosz. Mivel azt tapasztaljuk, hogy élet jelenlétében a rendezettség is növekszik, a materializmus bevezeti a véletlen fogalmát, azt állítván, hogy a rendezettség véletlenül növekszik, a véletlennek tulajdonítva mindazokat a jelenségeket, amelyeket más világképek Isten vagy a lélek létezésével magyaráznak. A materialista világkép arra a kérdésre, hogy mi az ember azt feleli, hogy egy anyagból és energiából évmilliárdok alatt pusztán véletlenül létrejövő anyagi tárgy. Arra a kérdésre, hogy mi az ember szerepe a világ mindenségben, a materialista világkép azt a választ adja, hogy semmi. A materializmus a mi az univerzum kérdésnél ismét a véletlenhez nyúl vissza, amit már a mi az ember kérdésnél is használt, és azt mondja, az univerzum a semmiből véletlenül jött létre, a semmiben egyszerre megjelent egy szupergolyó, ami rendkívül kicsiny volt, és magában hordozott minden anyagot és energiát, ami jelenleg létezik, majd ez a szupergolyó hirtelen felrobbant, belső feszültségének következtében, majd elkezdett tágulni, egyre csak tágulni, és még ma is tágul. És ebben az irdatlanul nagy robbanásban történt Történik minden. A materializmus azt állítja, hogy a világegyetem teremtésében való hit gyerekes fantazmagória, majd azt állítja, hogy a világegyetem egyszer csak megjelent a semmiben. A különbség, hogy Isten a véletlennel helyettesíti, és azt mondja, hogy a világegyetem véletlenül jelent meg a semmiben, nem pedig tudatos teremtés következtében. A mi az élet kérdésre a materialista válasz az, hogy egy túlértékelt, egyszerű fizikai és kémiai jelenség, amelynek főbb ismérve például az anyagcsere. Léte véletlen, jelentősége nincs, puszta anyagi dolog. A halál a materializmusban az élőlénynek nevezett közönséges fizikai-kémiai szerveződés öntudatának nevezett közönséges fizikai-kémiai szerveződésnek a megszűnése, alapelemeinek felbomlása következtében. Jelentősége nincs, a mi az élet értelme ősi kérdésre a materialista világkép igen tömör feleletet ad semmi. Az életnek nincs értelme és nincs célja, csupán véletlen szerveződés, és semmiben sem különbözik, például a kavicstól, és azt kérdezni, hogy mi az élet értelme, illetve célja, ugyanaz, mint azt kérdezni, hogy mi a kavics értelme és célja. Az atomok, részecskék, kölcsönhatások és kémiai reakciók világában semminek nincs célja, így semminek nincs értelme. A materialista világkép még abban is teljesen különbözik minden más világképtől, hogy nem tartalmaz elképzelést jóról és rosszról. Sőt, egyenesen azt állítja, hogy sem jó, sem pedig rossz nem létezik. Egy olyan világban, ahol minden mechanikus, hogyan lehetne valami jó, valami más pedig rossz? Ahhoz, hogy legyen jó és rossz, először valamilyen célnak kell lennie. A materializmusban azonban az élet céltalan, mivel léte a véletlennek köszönhető. Egy ilyen vagy olyan irányú, de egyébként minden célt nélkülöző véletlen mozgás, vagy véletlen ütközés, vagy véletlen bomlás, vagy véletlen reakció nélkülözi a célt és a szándékosságot. Tehát a jó és a rossz fogalma tarthatatlan. A materializmus szerint. A materialista világkép szerint az ember egy közönséges tárgy. Nincs szerepe a létezésben. Minden, ami létezik, véletlenül jött létre, és véletlenül lett olyan, amilyen. Az élet semmi. A halál is semmi, az életnek nincs értelme, mert nincs célja, és nincs jó és nincs rossz. Ez a felsorolás nem a materializmus kisarkítása vagy leegyszerűsítése. Ténylegesen ez az, amiről szól. Ha megfosztjuk az ideológiától, nincs más, ami marad, csak ez a néhány tétel. Már a materializmus alapgondolata, az ókorig nyúlik vissza, ideológiává bővülése és elterjedése alig száz éves. Ez alatt a száz év alatt az embereknek gyökeresen megváltozott az önmagukról, a világegyetemről és magáról az életről alkotott felfogása. Az élet értékéről vallott elképzelés is megváltozott. Ez az alig száz év olyan tragédiákba sodorta az emberiséget, amelyekre nincs példa a történelemben, Lezajlott két világháború, egy hidegháború és több tucat helyi háború. A bűnözés, az őrület olyan mértékben vált részévé életünknek, amilyet korábban elképzelni sem tudtunk. Minden valószínűség szerint az elmúlt egyetlen egy évszázadban több ember halt erőszakos halált, mint valamennyi évszázadban együttesen. A 20. század a materializmus kora. Az emberi faj kipusztulásának réme még soha ezelőtt nem fenyegetett. Hátborzongató módon rengeteg ember gondolja úgy, hogy az emberiség végül kipusztul. És ez a végül azt jelenti, hogy mindössze néhány évtized vagy néhány év alatt. Aki már állt egy anya, egy apa, egy gyermek, egy barát, egy szerelmes sírja felett, még azt sem tudja elképzelni, mit is jelent a valóságban az, hogy kiírtják az emberiséget. Még azt sem tudja elképzelni, aki túlélt egy náci haláltábort. Ha kiirtják az emberi fajt, akkor ön meghal, és meghal mindenki, akit valaha is szeretett, akit most szeret, és akit a jövőben szeretne meg. Megsemmisül a művészet, eltűnnek a felfedezések, és többé egyetlen álom sem valósul meg. Az emberiség totális kipusztulása nem olyan téma, ami eltűrné a szellemeskedést vagy a felelőtlenséget. Csak egy eszelős maradna tétlen, amikor veszély fenyegeti a saját életét, vagy egy számára fontos ember életét. Annak a személynek a felfoghatatlanul szélsőséges őrületére pedig már nincs is megfelelő szó, aki tétlen marad, amikor az egész világon mindenkit a halál fenyeget. Vessen egy újabb pillantást a materializmus tételeire, és gondoljon bele. A dolgokról alkotott elképzeléseink határozzák meg a dolgokhoz való hozzáállásunkat. A hozzáállásunk határozza meg azt, amit teszünk. Ezek nagyon fontos és nyilvánvaló igazságok. A materializmusban nincs jó, nincs rossz. Az életnek nincs célja, és az embernek nincs semmiféle szerepe a létezésben. Alig száz éve hisszük ezt, és a halálunkon vagyunk, és minden jel szerint el is pusztulunk. A hazugság a legerősebb és legkifinomultabb tömegpusztító fegyver.